A mozdulat a régi, a diszkosz röppályája azonban jóval rövidebb a megszokottnál, 61 néhány méter helyett pár métert követően vágódik a hálóba a szer. Szikszai Róbert az elutazás előtti utolsó hazai edzésen csiszolgatta technikáját a Nyíregyházi Atlétikai Centrum dobótermében. Kerekes László tanítványa számára a budapesti világbajnokság az év főversenye. A 67 méteres nevezési szintől 7 cm-rel marad el egyéni legjobbja. Bár a világranglistás helyezése alapján jelenleg VB résztvevőnek mondhatja magát, szeretné megdobni a szintet. Ezért dolgozik hetek óta, és ezért dolgozik majd közel egy hónapig a Johannesburgtól 120 km-re található, a tengerszint felett 1400 méter magasan lévő Potchefstromban is. November elején kezdtük el az edzést, decembertől kezdtük el az erősítő munkát, most másfél hónapja vagyunk benne, úgyhogy mindenképpen az lesz a jó, hogy most már elkezdünk dobni is. Itt hál' Istennek adott minden feltétel már ahhoz, hogy bent is tudjunk, nem kell kint a hidegben lennünk, de azért egy meleg égővi edzőtábor kellett. Szombathelyi versenyzők jönnek, két gerelyhajtó van kint, még a magyarok közül meg mi leszünk, így hárman. Vannak kint ciprusi diszkoszvetők is, úgyhogy lesz kivel edzeni. Szikszai Róbert és Kerekes László 5. alkalommal utazik Dél-Afrikába. Negyedszer lesz ott Kerekes Dóra, aki egy jó eredménnyel szintén ott lehet a budapesti világbajnokságon. Van egy olyan helyzet, hogy a rendező ország szín nélkül indulhat egy versenyzőt, és jelen pillanatban ők azok között a versenyzők között van, akinek van esélye, ezért ő is elsősorban erre a világbajnokságra készül. Egy fedett pályás világ és Európa bajnok, olimpiai bronzérmes atléta is ott volt a dobóteremben. A békéscsabai színekben versenyző súlylökő Márton Anita visszatérő vendég Nyíregyházán. Nagyon szeretünk ide járni, most ebben az alapozó időszakban is, már most harmadjára vagyunk itt. Ebben a téli időszakban eddig gyakorlatilag minden hónapban legalább egy hetet itt edzőtáboroztunk. Nagyon szeretünk itt lenni, hiszen tényleg nagyon szuper körülmények vannak, az erősítési lehetőség is adott, illetve ugye a fedett pályán jól tudunk súlytlökni versenyszerrel, és ez ugye fontos számunkra ebben az időszakban. Először a fedett pályás szezonra készülünk, most szombaton itt Nyíregyházán kezdem az első versenyemet, és most a fedett pályás Európa-bajnokság lesz a cél, utána pedig egy újabb alapozó időszak következik, ugye már a nyári szezonra, aminek a főpontja mindenféleképpen ugye az augusztusi budapesti világbajnokság lesz majd. Dél-Afrikából hazatérve 2 hétig itthon készül majd Szikszai Róbert, aztán közel 1 hónapos újabb edzőtábor következik Tenerifén. Így nem tud eleget tenni a berlini fedett pályás diszkoszvető versenyre szóló meghívásnak, és nem indul a dobó Európa kupán és a hazai téli dobóbajnokságon sem. A versenyszezon áprilisban kezdődik majd számára.